Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV hétvégi híradóját látják, amelyben a hét legfontosabb történéseit foglaltuk össze. Az idei immáron 35. alkalommal megszervezett bringatúrán 1237 induló állt rajthoz, s tette meg nagy örömmel a Dunaújváros-Mezőfalva-Dunaújváros útvonal 35 kilométeres távját. Bár az előző napok időjárása igen szeszélyes volt, szombatra megkegyelmezett minden bringásnak, akik részt vettek az idei bringatúrán. A 35. bringatúrán a kerékpárosok igen korán, már reggel 8 óra körül kezdték elfoglalni a városháza teret, hiszen tudták, hogy csak azok vehetnek részt a bringázáson, akik regisztráltak, vagyis felragasztották csuklójukra az induláshoz szükséges karszalagot. Ezt 1237-en meg is tették, a Móricz iskola például 100 fővel érkezett. Ez a szokásos Dunaújváros mezőfalva, Dunaújváros, ami egy bő 16 kilométer, ami igazából megtehető akár félkézzel is, egy lábon is, úgyhogy ez az a táv, amit még egy átlag ember is könnyen le tud tekerni. És ezt nem csak a szervezők gondolták így, hanem a gyerekek is, akik közül többen nem először teljesítették ezt a távot, és a mindennapokban is fontosnak tartják ezt a sportot. Ugye a biciklizés az mozgás, és akkor ha valaki nem mozog, akkor sok mindenhez nem lesz ereje. Volt, aki családilag jött, többek között azért is, hogy példát mutasson. Hát, hogy ő is szokja meg, hogy részt vegyen ezeken a rendezvényeken, meg az ilyen biciklizős rendezvényeken. Későbbiekben majd ő is tekerni fog valószínű. Viszont volt, akit a kerékpározás szeretete mellett a bringatúra eddig élményei hoztak ismét el. Hát, mert szeretem nagyon ezt a bringatúrát, és nagyon fergeteges nekem. Másokat pedig az eddigi túrák jó visszhangja bátorított fel arra, hogy most először kipróbálja magát ezen a rendezvényen. Hát először is a kondíció miatt, másodszor pedig hát az egészség is azért hozzájárul. Nemrég költöztem ide a városba, de már hallottam erről a túráról. Régen itt laktam, és most hát elkezdjük így 65-be. De nem csak a kor nem számított, hanem az egészségi állapot sem lehetett akadálya annak, hogy valaki például sportlövő paraolimpikonként elinduljon ezen a 16 kilométeres távon. Négyedik alkalommal jöttem a fiammal, mert ugye én meg nagyon beteg, hemofiliás, nem alvad a víre, mindig kell, hogy vigyázzon valaki, legyen valaki mellette előtte. Én mindig egyedül ment, de ez már megszűnt, ugye, mert ahogy öregszik, onnantól esélye van erre, hogy betegebb legyen. De hálójú Istennek, kibírunk a bringatúrát, örülünk neki mindig is, nagyon sok élménye visszahozunk, vagy jövünk a Dunaújvárosba. Bocsánat, hibáztam, nem vagyok magyar, csak lengyel. A bemelegítést ezúttal Tóth Orsolya fitness edző tartotta, majd 9-kor Kis András, a szervező Turinform iroda vezetőjének kezében eldördült a startpisztoly, amely a túra kezdetét jelezte. A szervezők ezúttal sem bíztak semmit a véletlenre, ezért együttműködtek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság rendőreivel, az önkéntes motoros kísérőkkel, a mentőkkel és a Dunaújvárosban, illetve a város környéki településeken szolgáló polgárőrséggel. Nyílt napot tartottak a Solti állatmenhelyen. Az Ágica állatotthon lakóihoz rengeteg érdeklődő kilátogatott, akik sétáltatták, etették és simogatták őket. A nyílt nap résztvevői pedig nem érkeztek üres kézzel, élelmiszert, finomságokat és játékokat hoztak az otthonra várakozókhoz. Kell egy kis idő neki. A Solti állatmenhely lakói izgatottan fogadták az érdeklődőket az átmeneti otthonuk által szervezett nyílt napon. Az Ágica állatotthonában élő kutyák minden ilyen esemény alkalmával abban reménykednek, hogy a látogatók között leendő gazdijuk is megérkezik végre, ugyanis jól tudják, ez az esemény örökbefogadó nap is egyben. Hát 3 éve kezdtük, egy ilyen karácsonyi kis gondolat volt, hogy na akkor tegyünk valami jót, gyűjtsünk egy kis tápot, egy kis adományt egy menhelynek, és akkor találtunk rá Ágicára. Most már 3 éve részt veszünk a napjaiba, akármi kérése van, próbálunk segíteni. Nekik látjuk, hogy mit művelnek. Amikor még ide kerültünk, hát ez a menhely nem így nézett ki. Látjuk, hogy fejleszti mindent, amit kap, azt mindent felhasznál, teljesen nem vész kárba, nem költi el másra. Szóval mindent a kutyák kapnak, mindent a menhely kap. És ezért
úgymond ők a szívünkhöz nőttek pont ezért, mert annyira korrektek, annyira szeretik az állatokat. Ha megnézitek, itt az összes állat úgy van elhelyezve, hogy csak olyan kutya kerül párba egy másik kutyával, akik jól kijönnek, erre is figyelnek, tanítják, jól nevelt állatok vannak. Úgyhogy csak ajánlani tudom, hogy mindenki nem vigyen haza egy kis kutyát, mert nagyon aranyosak, nagyon szépek. Hát igazából a barátaimon keresztül értesültem a mai jótékonysági gyűjtésről, és hát én is örömmel csatlakoztam hozzájuk, hiszen fontos tartom, mert minden ilyen jótékonysági akció egy jó lehetőséget teremt arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mármint a menhelyekre, a menhelyen lévő élő kutyák helyzetéről, a felelős kutyatartásról, és úgy gondolom, hogy tiszteletre méltó és minden elismerésem az itt gondozóknak, hiszen nap mint nap azon fáradoznak, hogy azt a szeretetet, törődést, figyelmet meg tudják adni azoknak a kutyáknak, akiknek sajnos ilyen helyzetbe kerültek. És hát nem utolsó sorban azt gondolom, hogy ugye az étel megvétele, vagy az orvosi költségeknek a kifizetése az nagy terheket ró rájuk, amiben mi is segítettünk. És minden ilyen jótékonysági megmozdulás egy nagy segítséget tud nyújtani az mindennapjaikhoz. Az alapítvány elnöke Zakariás Ágnes még évekkel ezelőtt kezdett el sérült állatok mentésével, rehabilitációjával foglalkozni. Szívügyének tekinti, hogy a menhelyen lévő kutyák gazdára találjanak. Azt mondta, vannak sikertörténeteik, de van olyan ebe, aki 6 éve nem talál otthonra. Telefonos vagy pedig Facebookos bejegyzésre indulunk el, akkor el szoktuk őket hozni, és hát ugye mi rendbe rakjuk, tehát kórházba szállítjuk, ott amennyire tudják, ugye ők összerakják, és akkor utána pedig mi itt rehaboljuk és örökbe adjuk őket. Az Ágita állatotthonban jelenleg 25 kennellel dolgoznak, mintegy 70 kutya éli mindennapjait a menedékhelyen, akik minden apró segítségért rendkívül hálásak, és alig várják, hogy igazi otthonuk legyen. Egyeztetések. Újra városunkba látogatott a lengyelországi Lesznóváros küldöttsége. A március vége óta hivatalosan is testvérvárosunk delegációja a Városházán az önkormányzat képviselőivel fejlesztésekről egyeztetett, majd a belvárosban tettek egy nagyobb sétát. Március végén Dunaújváros és Lesznó között egy hivatalosan is aláírt testvérvárosi kapcsolat jött létre. Akkor a Dunaújvárosi küldöttség Lengyelországba tett látogatást, hétfőn viszont Lesznó küldöttsége érkezett városunkba, hogy különböző fejlesztésekről egyeztessenek és szakmai előadást tartsanak az egyetemen. Ennek a programnak a lényege, hogy több kapcsolatunk legyen olyan városokkal, amelyek a Visegrádi 4-esbe tartoznak. És a másik, nagyon hasonló két városról beszélünk. Ez a közös kapcsolat az oktatás, a kultúra és a sport területén már nem most kezdődött. Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester Lesznóban tett útja során szerzett tapasztalatairól beszélt. És ott kezdődik, hogy csodálatosan tiszta városról beszélünk. A polgármester úrra konkrétan rá is kérdeztem, hogy mi a recept. Ő közölte, hogy nagyon szigorúan veszik a város tisztaságát, és komoly szankciókat is alkalmaznak a renitensekkel szemben. A másik, amire fölhívtam a figyelmet, itt Dunaújvárosban is hiányérzetünk van akkor, mikor Lesnóban látom azt, hogy a hatalmas felújított fal felületekre fel van írva az utca neve és a házszámok. A harmadik, ami szintén meghatározó, az az ipari park, ami Lesnóban rendelkezésre áll az ottani vállalkozók számára. A hihetetlen eleganciával, felszereltséggel és közmű rendszerrel van kiépítve, amit itt Dunaújvárosban is meg lehetne valósítani. Nem beszélve arról és azokról a múzeumi, színházi és egyéb kulturális látogatásokról, amelyeket Lesnóban tettünk. Ugyanakkor nagyon fontos megemlítenem, hogy valóban kialakult barátságok jöttek már létre, hisz a lesnói futszál csapat mérkőzött meg a dunaújvárosiakkal. Farkas Lajos, az Intertiza Múzeum igazgatója a testvérkapcsolat történelmi fontosságát hangsúlyozta. Mint történész mondhatom azt, hogy egy nagyon jó választás volt, hogy egy lengyel város a testvér kapcsolatunk, hisz én azt hiszem, hogy a magyar nemzet történelme során soha még ennyire közel nem kerültünk egy nemzethez, sem mint a lengyelhez.
közös királyaink, házasságunk, elég azt mondom, hogy Bemapó, szóval azután az 56-os forradalomban nagyon sokat segítettek nekünk. Tehát rengeteg kapocs van a két nemzet között, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy kint voltam Lesznóval, és határtalan barátsággal fogadtak bennünket. Úgy éreztük magunkat ott, mintha otthon lennénk. A lengyel delegáció az egyeztetést követően Szabó Imre főépítésszel és Farkas Lajossal a belvárosban tettek sétát. Május 26-án vasárnap 8.014.000 választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. Ennek kapcsán a Fidesz helyi szervezete fórumot szervezett Érden, ahol Bakondi György Magyarország miniszterelnökének belbiztonsági főtanácsadója tartott fórumot, üzenjük Brüsszelnek a bevándorlást meg kell állítani címmel. Az eseményen többek között dr. Dorkota Lajos Fejér megye és Dunaújváros díszpolgára és dr. Galambos Dénes Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa is jelen volt. A május 26-ai EP választás finisében a Fidesz-KDNP is fontosnak tartja, hogy az emberek megfelelő módon legyenek arról felvilágosítva, mekkora is a tétje annak, hogy ki képviseli majd országunkat az Európai Parlamentben az elkövetkezendő években. Ennek súlyát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kedden Ercsiben is sajtótájékoztatóval egybekötött fórumot tartottak, ahol Bakondi György Magyarország miniszterelnökének belbiztonsági főtanácsadója tartott előadást. Üzenjük Brüsszelnek, a bevándorlást meg kell állítani címmel. És nem véletlenül volt pont ő az előadó. A mai fórumnak a előadója Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Azt hiszem, hogy ennek a témának a legkiválóbb ismerője, és örülök, hogy sikerült őt megnyerni a fórum előadójának. Ő ismeri a területet, és azt gondolom, hogy mind a fórum részvevőinek, mind pedig mindenkinek, aki a mai rendezvényen részt vesz, és a sajtó keresztül tudunk üzenni, el fogja mondani azokat a főbb tartalmakat, amelyekkel 12 nap múlva ugye a Európai Uniós választásra megyünk. Sorsdöntő szavazás lesz, ezt szeretném volna hangsúlyozni, hiszen az a tétje ennek a választásnak, hogy hogyan tudja megőrizni az egyes államok országai, egyes államok az identitásokat, hogyan tudják megőrizni alapvető kultúrájukat, hiszen az unió alapításakor a Schumanni eszme az nem egy Európai Egyesült Államok létrehozása irányában kívánt mozdulni, hanem önálló, autonóm államok szövetségi rendszerének, amely alapvetően döntően gazdasági és egymás kiegyenlítő mechanizmusát biztosító szövetség, egyenlő államokat szeretnék még egyszer hangsúlyozni, és ebben az irányban megyünk, és ez a tét május 26-án, hogy megőrizzük önállóságunkat, ugyanakkor az együttműködésben pedig egy korszerű modern Európában gondolkodunk. A fórum elsődleges célja volt egy konzultáció a lakossággal az EP választás kapcsán felmerülő fontosabb kérdésekről, mint például a tömeges illegális migráció és annak negatív hatásai, a 26-a után megalakuló parlament várható lépései, illetve a magyar érdekek érvényesítése. Talán itt most azt emelném ki, hogy a korábbi európai parlamenti választásoknál az akkori baloldali és liberális média, és a maguk a pártok is gyakran sajnálkoztak, hogy nincs egy olyan Európai Uniós kérdés, amiről döntést hozhatnának az európai polgárok, hanem hát sajnálatos mondták ezt akkor, hogy hát tulajdonképpen az egyes nemzetállamokban a polgárok a belpolitikai prioritások alapján szavaznak, holott pedig itt egy Európa jövőjét formáló intézményrendszer, együttműködési forma jövőjéről kell dönteni. Most megvan ez a kérdés, nyilvánvalóan, hogy a migráció és a terrorizmus, mind a kettő pontos európai felmérések alapján mondhatjuk maga biztosan, hogy ez foglalkoztatja a polgárokat, és azért 2015-ös migrációs tömegmozgás elindulása óta a változások, itt elsősorban azok a negatív belső biztonsági változások, amely a közbiztonságot, a nemzetbiztonságot érintik, hát talán említsük meg a 35 súlyos terrorcselekményt Európa szerte, 300 halott és 1500 sebesült európai polgár. Nos hát ezek és a köztörvényes bűncselekmények jelentős növekedése is
politikai szintre emelték a lakosságot, a lakosság elutasítási megfontoltságait, és ha megnézzük a 2015 óta történt nemzeti választásokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy szerte Európába, akár Németországba, akár Franciaországba, akár más országokba, még a skandináv országokba is, Finnországba is, Észtországba is, elérte a politika szintjét a lakosság elégedetlensége. A május 26-ai szavazáson a választópolgárok 10.277 hazai szavazókörben 132 külképviseleten személyesen szavazhatnak, a több mint 115.000 regisztrált választópolgár pedig levélben adhatja le szavazatát. A választás egyfordulós. A választópolgárok 9 pártlista egyikére szavazhatnak. A szavazólapon sorrendben a következő pártok és pártszövetségek listái szerepelnek majd. MSZP Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Fidesz-KDNP, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, valamint a Lehet Más a Politika. A Dunaújvárosi Egyetem ismét, mint minden tavaszi fél évben, tehetségnapi konferenciát szervezett. A tehetségnapon a hallgatók előadás formájában bemutathatják azt a témát, amivel tanulmányaik mellett foglalkoznak. A bemutatott témák egy zsűri által értékelésre kerülnek, a zsűri ez alapján sorrendet állapít meg és javaslatot tesz a díjazásra. A tehetségnapon bemutatott témák esetében dolgozat megírása nem feltétlenül volt szükséges, azonban az interaktív bemutató a munka színvonalát emelte. Ami köré épült a szakdolgozaton, ez a Tony Evans Liberté Femme egy reklámfilm, ami az általán megálmodott divatmárkához készült el, és szeretném, hogyha ezt most a kedves közönség megtekinteni. Neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, műszaki, valamint social science szekcióban lehetett jelentkezni a Dunaújvárosi Egyetem 9. tehetségnapi konferenciájára, ahol a hallgatók előadás formájában mutathatták be azt a témát, amivel tanulmányaik mellett foglalkoznak. Itt tulajdonképpen mindig izgalommal készül erre. Az egyetemnek a tehetséggondozás az egyik kiemelt feladata. Ez azt jelenti, hogy két nagy rendezvényünk van egy-egy évben, egyrészt a tavaszi tehetségnap, illetve az őszi TDK konferencia. Azt tudtuk mondani, hogy ez az őszi TDK konferenciájának az előszobája. Itt kötetlenül bármilyen témában lehet prezentálni, a tapasztalat az, hogy az itt elhangzott dolgozatok, azok aztán megjelennek majd az őszi tudományos konferencián, aminek a kimenete pedig az országos tudományos konferencia. Az egyetemnek ezzel a konferenciával nem titkolt célja a tehetségek felfedezése és támogatása. 5 szekcióban kerül itt a mai nap előadás sorozat, a végén díjakat fogunk osztani, pénzdíjakat, elismerő okleveleket, magyar és külföldi hallgatóink is részt vesznek ezen a megmérettetésen, magyar és angol nyelven is elhangzanak előadások, a kommunikáció, az információtechnika, a műszaki tudományok terén épp úgy, mint a társadalomtudományok terén. Közel 80 dolgozat várható, nagyon sok diák jelentkezett erre. Mindent meg kell tanulni, a prezentációt is, nem elég tudni valamit, azt elő is kell tudni, át is kell tudni adni. Azt gondolom, hogy ez erre egy kiváló fórum. A következő a kompromisszumkereső, aki olyan megoldást tűz ki, amely kis nyereséggel és kis veszteséggel szolgál. Célja, hogy egy olyan megoldást találjon, ami részben megfelel mindkét fél számára. Ez a stratégia akkor lehet előnyös, ha a téma fontos és gyorsan ideiglenes megoldást kell hoznunk. A tehetségek felkutatása mellett mindig van lehetőség a diákoknak a továbblépésre, így például országos szinten is kipróbálhatják magukat az itt jó helyezést elért tanulók. Ezeken a rendezvényeken számos lehetőség van arra egyrészt a diákoknak, másrészt az oktatóknak is, hogy azokat a tehetséges diákokat, akik jól szerepelnek, azokat országos rendezvényre tovább juttathassuk, és ezeken az országos rendezvényeken további megmérettetések után érhetnek el eredményeket. Mind a 2015-ös, 17-es és most a 2019-es évben is számos országos díjon helyezett hallgatónk van az Országos Tudományos Diákköri Konferencia keretében. A Dunaújvárosi Egyetem tehetségnapján közel 80 diák, köztük egy középiskolás, valamint 18-tól 35 éves korig magyar és külföldi nappali és levelezős hallgató mérette meg magát. A közelgő Parázsvarázsról és az Agárdi Popstrand kedvezményeiről tartott sajtótájékoztatót Cserna Gábor polgármester csütörtökön.
A város egyik legnagyobb rendezvényére, a családi hétvégére több ezer embert várnak. A korábbi évekhez hasonlóan a Parázsvarázs családi hétvége már május 24-én pénteken 17:30-kor startol az Alsó Dunaparton, különféle fellépőkkel, mint az AK-26, Vastag Csaba vagy a Follow the Flow. 25-én szombaton a családoké a főszerep, indul a 7. Parázskupa és a nagy sikerű Parázsvarázs grillparti. A vasárnap már a gyerekeké, légvárak, trambulinok, kézműves játszóház várja a kicsiket, a nagyokat pedig katasztrófavédelmi és rendvédelmi bemutató. 320 asztal van az Alsó Dunaparton ezen a helyszínen. 320 asztal. Amikor a regisztrációs információs sátornál a kedves vendégek megkapják majd a, ha jól tudom, akkor kenyeret, Széchenyi Pékség által jeget talán, fa szenet, így fa szenet, akkor minden kedves asztaltársaság kap egy üveg városborát. Egy üveg város barát, mégpedig polgármesteri palackozással, igen. Városi logóval, aláírásommal. Van 160 üveg rozé és 160 üveg fehér bor. Remélem ebből a baráti társaságok között nem lesz vita, hogy ki melyiket kapta éppen meg. Mennyibe kerül? A Turinform által szervezett program az önkormányzat támogatásával az idejében 17-es millió forintból valósul meg. A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott az is, hogy a Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők az Algárdi Popstrand rendezvényeire féláron juthatnak be június 29-e és augusztus 19-e között. Sőt, kötöttünk egy közel 1 millió forint értékben egy olyan jellegű megállapodást, ugyanúgy, mint az elmúlt években, hogy koncertjegyeket és állandó belépéket vásárol a város, tiszteletjegyeket, amelyeket intézményeknek, egyesületeknek, illetve alapítványok részére ajánlanak fel, ugyanúgy, mint a korábbi években. Voltak már ott a Jószolgálati Otthon gondozottjai, a Kézilabda Akadémia utánpótlás játékosai, vagy éppen a Dunavásilabdarúgó Szövetség által támogatott intézménye. A közelgő családi hétvégét illetően Cserna Gábor azt is elmondta, hogy közvetlen buszjárat fog közlekedni a fesztivál helyszíne és a városközpont között. A sajtóesemény további részleteit Hír Plusz című műsorunkban láthatják. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.